Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinka Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy a Citibank azt mondja, hogy a bitcoin készen áll a hatalmas átalakulásra, hogy mainstream legyen, és ez egy bank ö, részéről hangzott el. Aztán a második hír arról szól, hogy már 42 cég van benne hivatalosan a bitcoinban, 1,3 millió bitcoin tartanak így összességében, és az értékben 65 milliárd USA dollár, tehát már nem kis pénzről beszélünk itt. Aztán a harmadik hír pedig arról szól, hogy a New Yorki legfőbb ügyészség azt a bejelentést tette, kicsit figyelmeztetve a kriptóiparágat, hogy tartsátok be a szabályokat, különben lehúzzuk a redönyt. Nos, ezzel a kijelentéssel, de erről is természetesen beszélni fogok. És ne felejtsétek el, hogy lesznek kérdések, és azokra is válaszok. Ugye ezeket a kérdéseket tettétek fel a tegnapi YouTube videó alatt, ez pedig a videó második felében. Szóval ezek jönnek most. Aki pedig még nincs itt a csapatban, azaz nem iratkozott föl a Blockchain Blunk Hungary csatornájára az ne felejts el, hogy itt minden hétköznap megkapja a legfrissebb kriptolóta és blokklánc híreket. Szóval annyi a feladat, hogyha lájkold a videót, hogy minél több emberhez eljuthasson a hír, mert akkor jobban terjeszti nyilván a YouTube, és természetesen nekem is egy tök jó visszajelzés, tehát köszönöm. Valamint a feliratkozó gom megnyomása után nyomjátok meg a csengetyűt és az old, mert ekkor lesz az, hogy megkapjátok az értesítést, ahogy fölkerül egy új videó. És ne várjátok meg, míg a Youtube-on valahogy rátaláltok, hiszen ezzel elérhetitek azt, hogy mindig napra lesztek, hiszen hétfőtől péntekig minden nap teszem fel a legfrissebb kriptolóta és blokklánc híreket. Hasznos linkeket találtok itt a videó alatt, úgy, mint a Patreon csoportba való belépést, hogyha oktató videók érdekelnek, vagy altcoin elemzések. És természetesen van egy ingyenes kurzus, hogyan kezdjünk neki Bitcoinba és más kriptovalutába történő befektetéshez. Nagyon aktuális jelen pillanatban rengeteg olyan lépés van, amit nem szabad kihagyni a saját biztonságod és kriptód biztonsága érdekében, valamint más képzést is találok. Szóval nézzetek meg mindent. És akkor menjünk rá arra, hogy hogy is néz ki jelen pillanatban a piac. Bitcoin jelenleg 49.01. 200 dollárról ugrál össze-vissza, tehát több mint egy 4%-os emelkedés volt az elmúlt 24 órában. Az Ethereum 1570 dolláron 7%-ot ment föl nagyjából. Ha megnézzük a nyerteseket, és sikerült, akkor Flow 35%-os futban, Theta Fuel 31%-on, Engine Coin 29%-on, és láthatjátok, hogy még van egy jó pár altcoin, ami nagyon szépen megy itt a top 100-ban. Ha megnézzük a veszteseket, akkor pedig az élen a fantomot látjuk, ugye az utóbbi időben nagyon szépen ment föl, most 600%-os mínuszban. ZK Swap 600%-os mínusz, Cardano 400%, ugye tegnap beszéltem róla, hogy nyilván tegnap indult el a mainnet, és általában ez úgy szokott lenni, hogy mindig a várakozás időszak az, ami fölfelé viszi az árat, amikor pedig megtörtént a nagy bejelentés, elindul a dolog, akkor egy kicsit vagy esik, vagy kicsit visszavesz a tempóból. Aztán természetesen, ha egy jó projektbe fektetsz, akkor utána újabb folytatás következik az emelkedésben, pláne egy bika piacban, de jelenleg ennek köszönhető most ez a mínusz 4 százalék nagyjából. És még mielőtt tovább mennénk az első hírre, mutatok nektek egy jópofa videót, ami elmagyarázza, hogy hogyan működik a bitcoin. Nézzétek! Szóval! amit itt látunk, hogy embereknek becsúszott a zsebéből. rá rátalált a kiktóra, bedobba egy valami, kétszer annyi megint valamit, ó, hát nagyon szépen termel ez a Kriptó. Na jó van gyerekek, alcazon, tehát nézzünk mindent, amit csak lehet. Betesszük, igen, egy kis hogy működik? Na, még egy utolsó próba miatt a nagy bowling lesz. Működik? Itt nincs vese, nem kell semmit kivenni, nem kell profitot realizálni. Többet bele, ki, többet, minden bele most jön a pont, amikor lekapjuk az aranyapáncot, behajtjuk ezt és ezt, minden megy, minden megy, ami eddig volt, all in, és akkor ezt duplázátok meg, ezt duplázzátok meg. Hogy, hogy végre van a nem, 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 Na, hát így ez ki, nagyjából a kriptovilága. Ha nem is teljesen a bitcoin talán, mert azt mondanám, hogy a bitcoin, hogyha hívszunk a kriptóban, akkor nyilván ez hosszú távon abszolút megtérül, de ez egy nagyon jó videó, ami bemutatja tökéletesen azt, hogy az emberek mennyire kapcsiak. Nem veszünk ki profitot, nem kell profit. Én nyugodtan mindent megduplázok, aztán az végtelenség megy, és külgazdag leszek. És utána ott állsz, hogy ja, igen, közben vége lett a Bika piacnak, és lezuhant minden. És főleg az altcoinokra vonatkozik az, hogy számos altcoin lesz, ami most nagyon szépen megy ebben a Bika piacban, aztán lezuhan, és bizony nem fog már felállni és hogyha beletetted a pénzed, és benne hagyod teljesen, semmi profitot nem realizálsz, mert ugyan minek, akkor így jársz, mint az a fickó. Na, de akkor menjünk is rá az első hír, ami arról szól, hogy a Citibank azt mondja, hogy a Bitcoin készen áll a hatalmas átalakulásra, és akár mainstream lehet, és ezt egy bank mondja. Szóval az utóbbi időben több olyan intézmény vagy híres befektető van, aki a Bitcoin mellett kiáll, és most a Citibank, egy bank mondja azt, hogy úgy gondolja, hogy igen, a Bitcoinból tényleg lehet ö, valami, és tényleg mainstream-mé alakulhat. Nézzétek meg, itt van ö, ez a cikk, és azt mondja, hogy itt abszolút ugye, a Bitcoin mainstream ö, átalakulás kezdetén lehet, és az ö, úton lehet, hogy nemzetközi kereskedelmi ö, kereskedelmi választott pénzévé váljon, állítja a vezető ö, Citibank befektetési bank, amely megígyezte, hogy a kriptovaluta ö, meteorikus értéknövekedése az elmúlt években és az intézményi befektetők növekvő érdeklődése potenciálisan megalapozza a széleskörű siker szinterét. Milyen szépen hangzott ez egy banknak a szájából lényegében. De tényleg jelen pillanatban mostan ott tartunk, hogy a bankok kezdenek úgy dönteni, hogy igen-igen, igen, kiállunk lassan a Bitcoin mellett, és már nem tiltjuk a dolgot, hanem azt mondják, hogy jó mi is támogatjuk, mi is részt szeretnénk ebből venni. Igazából rájöttek, hogy lehet belőle profitot csinálni, hát akkor meg nem maradjunk ki a buliból. És itt írja szintén a cikk, hogy ugye élen táncolt az, hogy most elfogadásra kerüljön, vagy pedig ez még valami spekulatív, kamú, hamis dolog, és most nagyon úgy néz ki, hogy egyre többen úgy gondolják már, akik eddig ellenezték is a dolgot, hogy igen, ez mégiscsak része lehet a jövőnek, mégiscsak van helye itt a kriptovalutáknak, van itt helye a bitcoinnak, látván, hogy a különböző országok is már tervezik kihozni a központi bank által kibocsátott digitális valutákat, tehát abszolút a digitális irányba megyünk, és így akkor egyre nagyobb a létjogosultsága lényegében ennek is. Arról nem beszélve, hogy az utóbbi időben ugye számos intézmény, számos, számos nagy cég is fektetett a kriptóba, de erről még fogok még ebben a mai videóban is beszélni. Viszont fölhívja arra is a figyelmet, hogy azért legyünk tisztában azzal, hogy ez a bizonyos bitcoin lufi ismételten ö, pukkanni fog majd valamilyen ponton, és akkor megint lesz egy áresés, tehát aki ebbe fektet, az mindenképpen legyen ezzel tisztában, de ezért nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minél nagyobbá nőhesse ki magát, mert minél nagyobb, annál nehezebb ugye természetesen eltaposni, annál könnyebb lesz ugye még nagyobbra növekedni, hogyha már elérte egy bizonyos kritikus méretet. És ugye bizonyos értemben ez a egy piaci kapitalizációja a bitcoinnak egy mérföldkő, de ugye e fölé kell még nőnie, és az egész e, kriptó iparágnak is. De jó irányba halad jelen pillanatban, és ez mindenképpen szerintem e, egy klassz dolog a kriptóra és a bitcoinra nézve, hogy már bizonyos bankok tesznek ilyen kijelentéseket. Aztán a második hír arról szól, hogy már 42 cég van hivatalosan nagyágyúként benne a bitcoinban, 1,3 millió bitcoin birtokolnak így együttesen, és ennek az értéke jelen pillanatban 65 milliárd amerikai dollár. Többször beszéltem róla, hogy egyre több befektető van intézményi részről, jön a Wall Street, jönnek a cégek, és bizony, itt vagyunk, ebben a cikkben is azt mutatja meg, hogy így néz ki jelenleg a bitcoin balansz. 42 cég 1,3 millió bitcoin birtokolván, és ennek az összege 65 milliárd dollár. És ugye ezt lehet látni, hogy a MicroStrategy elindított egy lavinát múlt év augusztusában, akkor is volt 425 millió dollárral augusztus-szeptemberben, az augusztus aztán még újra és újra és újra tett rá, jöttek újabb cépek, mint a cégek, mint a Square, Tesla, és így tovább, és így tovább. És ez egészen odáig nőtt, hogy jelenleg most már ha a 21 milliós bitcoin maxot nézzük, nyilván ez még nem született meg, 18,6-on vagyunk, akkor ennek már a 6,43 a bizony céges kézben van. És itt lehet látni, hogy 2020-ban, év végén 29 cég volt benne a bitcoinban, 1,1 millió bitcoint birtokoltak, melynek az értéke 30 milliárd dollár volt akkori áron a váltókon. Ez december 28-ai adat. És akkor a 29 cég a bitcoinnak az 5,48%-át birtokolta, de itt a 21 millióval számolnak. Majdan vala ez a szám tovább növekedett, ugyanis mostanra már 42 cég van, amit ugye itt a, a bitcointreasuries.org-on lehet megtalálni, az oldalt, amit én is többször már mutattam nektek, és 42 cég van most már akkor listázva, és akkor nézzük is meg ezt az oldalt, tehát itt látjátok, tudjátok, aki még eddig nem látta, annak mutatom, itt van a MicroStrategy a tetején, utána itt van Tesla, itt lehet látni, hogy már mennyit tettek bele, tehát látod, több mint két milliárd dollár tett bele a MicroStrategy, másfél milliárdot a Tesla, és ez a jelenlegi bitcoin áron éppen mit ér. Tehát itt lehet ezt látni, sőt, ha lejjebb menjük, akkor itt teljes összeg, tehát összesen 46 milliárd dollár értékbe tettek be cégek, és jelenleg ez 66, tehát ahogy ez a cikk kijött, és ez egy friss cikk, addigra már, mire rákerestünk a friss oldalra, már lehet látni, hogy nem 65, mint ahogy a cikk hanem a 66. Egy csekély milliárdot már is ugrott. Ugye a céges részről ez nem annyira bonyolult. Szóval továbbra is ez a trend fennáll, 2020-ban elindult, igaz, akkor még csak szépen lassan, és most 2021-ben egyre jobban begyűrűzik, ez azt is jelenti természetesen, hogy ez tovább növelheti majd a bitcoinnak az értékét, és nyilván most jelen pillanatban van egy ilyen korrekció, amit még nem tudunk, hogy ez volt most a vége, vagy megint egy picit lemegyünk, de az nagyon jó volt, hogy 43-44 ezeren a bitcoin nagyon szépen tartotta magát, és onnan most visszaugrott megint egy 50 ezer körüli ára. Aztán még nyilván lehet, hogy még mindig egy picit lejön, de előbb-utóbb ismételten jön majd az újabb hajrá. És tényleg, hogy nézzétek meg, itt van ez a másik úriember, Kevin O'Leary, és ő híres arról, hogy kigyott békát a bitcoinra, már mindent mondott, utána most még bejelentette, hogy oké, okay, Meggondoltam magam, és a portfólióm 3%-át betoltam bitcoinba. Itt el is a hogy, hogy garbage, tehát a bitcoin, a kriptó önmagában egy szemét, tehát hogy ugye nincs semmi e, igazából értelme, és vállalja, hogy, sőt itt azt mondja, hogy giant nothing burger, egy óriás, semmi üres hamburger, tehát ami csak föl van fújva. És itt mondja, hogy most viszont ugye el van ragadtatva, és befektet, és már a három át betette a portfóliójába, Ethereumba és Bitcoinba. Azt mondta, hogy a volatilitás a betegé teszi, tehát ez a hullámvasat nem bírja a gyomra, de kezd hozzászokni. Igen, aki a tőzsdei világból érkezik, annak ez a volatilitás őrült. Ez a kriptovilág, ezt meg kell szokni, aki itt van, ne lepődjünk meg, hogy fölkerülünk, 30 puf, leesett. Aztán másnap fölkelsz, ó, duplázott, háromszorozott, négy szerezett, igen, ez a része a játéknak, és ezt ehhez hozzá kell szokni. Nem szabad pánikolni, hogyha egy olyan kriptót veszel, amiben te hiszel hosszú távon is benne vagyunk egy bikás trendben. Mi történik, ha esik? Semmi nem történik. Igazából euh, megfogja majd valahol, és utána egy újabb kilövés van. Ha megváltozik a trend, jön a medvepiac, akkor meg ne tartogassátok, hanem akkor bizony, azért kell már fölfele profitot kivenni, hogy tuti nyerőbe legyetek. Szerintem ez az én saját véleményem, ugye soha nem tanácsadás. Ennek a kamikáza dolgnak semmi értelme, hogy az ember megvárja, hogy amikor majd x ment, mert lehet, hogy nem fog. Ha nem fog, akkor meg szépen bezuhant. Nyilván, amikor majd esik, akkor vesztek, amikor fönt van, akkor eladtok, így lehet igazából nyereséget csinálni, és hogyha már egy duplázásnál, egy pici altcoinnál kiveszed a tőkét, akkor már nem tudsz vele bukni. Tehát azt már nem mondhatja senki rólad, hogy te beszálltál a kriptóba, és elbuktam. Hiszen akkor már ott van az, ami tovább megy, az már nem a tőkéremte zsebedből tettél vele. De mindenki úgy csinálja, hogy akarja. Ez csak az én saját szubjektív véleményem. Na, és akkor menjünk rá a következő hírre, mert ezzel is fontos foglalkozni, hogy bizony ott van a New Yorki legfőbb ügyészség, aki azt mondja, hogy ha nem a szabályok szerint játszatok, akkor bizony lehúzzuk a redőnyt. És persze nem ők húzzák le a redőnyt, hanem annak a cégnek, aki nem a szabályok szerint játszik. És igaz, hogy minden nagyon szép és zöld, és támogatják a kriptót, és a bitcoin csak úgy megy fölfele, de ne feledkezzünk el a másik oldalról, a szabályozók oldaláról, akik nem mindig örülnek egyébként a bitcoinnak. Igaz jó, akkor lehet, hogy el kell fogadni, de egyre többen ugye szabályokhoz szeretnék kötni, hogy valahogy be tudjuk integrálni ebbe a mostani pénzügyi rendszerbe. És itt van ez a cikk, ahol azt mondja, hogy play by the rules or we will shut you down. És ezt nem más mondja, mint a New Yorki legfőbb ügyészség, és a fő főügyész, ugye letíti a James, ebben a cikkben arról beszél, hogy amennyiben és nem úgy történnek a dolgok, ahogy, ahogy azt ők szeretnék, akkor bizony be tudják csukni a bulit. Nyilván nem úgy, hogy a bitcoint betiltják, értem, nem az, hogy betiltják, tehát hogy megszüntetik, vagy kikapcsolják, mert erre nincsen lehetőségük. Amit tudnak csinálni, amit például a Tetherről csináltak, ugye itt a Bitfinex esetben, hogy kapott egy 18,5 millió dolláros büntetést, ez egyébként nem egy nagy összeg, de emellett kijelentették, ki hogy nem szolgálhatnak ki New Yorki ügyfeleket. Tehát nyilván az ő hatókörük, a New Yorki legfőbb ügyészségnek New Yorkra eh, hat ki, de tételezzük fel, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan szervezet veszi fel ezt a fonalat, amit ők most éppen eldobtak, hogy akik, akiknek sokkal szélesebb hatóköre, tehát nem csak, egy, nem csak New Yorkra például ez esetben, akkor bizony történhetnek olyan részek a világban, ahol ugye tiltják a kriptót, ez nyilván megnehezíti azt, hogy minél jobban mainstream-ebb legyen. Nyilván nem tudják a bitcoint becsukni, arra nincsen lehetőségük, és szinte nagy valószínűséggel mindig lesz egy olyan ország, ami azt mondja majd, hogy ú, uh, majd gyertek hozzám, én, én, én majd nálam adóztok, és akkor, akkor, akkor minden bitcoin az én országomba, és itt vegyétek ki. De, de az biztos, hogy ezzel is foglalkozni kell. És ami a 2020-as évben elindult, hogy most már elindultak a, a tárgyalások, a szabályozásokról különböző országokban, ez mindenképpen az a része jó jel, hogy nem a tiltáson dolgoznak, hanem abban, hogy hogyan tudják beintegrálni. De nyilván van egy rész, akinek természetesen a kriptó böki a csőrét, és ők mindent megtesznek, hogy kicsit ellehetetlenítsék a helyzetet. Ezzel számolni kell, ez a játszma még nincsen lejátszva. Nyilván ezért is kockázatos, ezért is lehet ilyen növekedést ebben elérni, ilyen profitot, ugyanis ha már minden tuti lenne a buliban, akkor nyilván közel nem menne ekkorát. Van benne kockázat, a kriptó kockázatos, csak az legyen benne, aki olyan pénzzel játszik, úgymond, ami nem fogja bajba sodorni, hogyha elveszti, és számoljon vele, hogy óriás volatilitás és nagy kockázat. Ez nem az a biznisz, ahol nulla kockázatot válasz. Viszont ha jól alakulnak a dolgok, akkor abban az esetben viszont sokkal nagyobb a profit, mint bármely más területen szinte. Szóval ezzel kell egyébként mindenképpen számolni. Nos, most pedig menjünk rá a kérdések és feleletek rovatra. Ugye kérdést úgy lehet föltenni, hogy mindig az aktuális videó alá írtok, kérdeztek, szuperül tudjátok egymásnak is már megválaszolni a kérdéseket, egy nagyon jó kis környezet alakultott ki, egy csapat, akik segítik a másikat. Én is válaszolok kérdésekre, már olyan sok van, hogy mindegyikre természetesen nem tudok, de ahogy időm engedi, mindig ott is válaszolgatok, hogyha Szeretnétek folyamatosan kérdezni, vannak kérdéseitek, akkor nagyon egyszerű. A Patreon csoportba, ha csatlakoztok, mindegy melyik tagsággal, ott írtok nekem, ott minden üzenetre én személyesen minden nap válaszolok, minden nap üritem ott a postafiókot. Tehát, hogyha szeretnél velem beszélgetni, kapcsolatba kerülni, és kérdést föltenni egy adott témával kapcsolatban, kriptotémával, akkor mindenképpen egy egyszerű csatlakozással ott meg tudod tenni de a YouTube-on már nem érem utol magamat, nem beszélve a Facebookot szerintem maximum, ha egy héten egyszer rá tudok nézni, annyi-annyi üzenet érkezik már a Patreon csoportban is. Na, és akkor nézzük meg a kérdéseket. És sikerült megnyomni a gombot. Yes. Szóval, sziasztok! Szia Attila. Linket utaltam pénztárcából pénztárcába, ekkor lépett ö, harmadik félként az Etherscan, ö, megtörtént az elfogadás, aztán az utalás. És itt jött a zuhany. Sokat magamban sorba állított egy látszólag nem üzemelő szerződésen az Etherscan-en. Mindenki irogat és pánikol, de semmi előrelépés, és most már telnek a hetek. Lehetséges, hogy ilyen komoly fellépő hiba a rendszerben? Lehet, hogy búcsút inthetünk a koinjainknak? Választotokat, segítséget előre is köszönöm. Nagyon jó, hogy megosztottad egyébként ezt a kérdést, meg ezt a tényt, ami történt, mert érdemes erről beszélni. Én most feltételeztem, hogy ez, mert ez nem derült ki, hogy pénzszerte vagy pénzszerte, vagy lehet, hogy a, a uniswap történt egy swappolás, és, és akkor lehet, hogy így történt ez az egész dolog. Na most, amire érdemes figyelni, például, hogyha kiválasztod a linket, mert itt most erről volt szó, akkor itt például a coingecko itt van az Etherscan. És ha erre rákattintotok, akkor az elhoz erre az oldalra, ami jelen esetben a helyes oldal, a helyes szerződés szám itt az etherscan itt található meg. Ö, bocsánat, a linknek itt meg az etherscan -en. És nézzétek meg, hogy ez nagyon fontos, hogy ez az oldal rendesen ki legyen töltve. Ugyanis a Uniswap-on bárki létrehozhat egy kamu kriptót, kamu tokent, ugye egy olyan kontrakttal, ahol szépen benyedi a pénzeket. És hogyha nem a való szerződés van ott, és ezt érdemes mindig leellenőrizni, ami azzal, a, ö, azzal kapcsolatban az a tokennel, amit éppen swapoltok, akkor bizony bajba kerülhettek, hiszen könnyen lehet, hogy te azt hiszed, hogy ez az igazi link, swapolod, és ők csak megkapják a pénzt, és már veszik is le. Itt mindig érdemes figyelni, hogy nézzétek meg, kicsit ránagyítok, hogy valamit lássunk is. Tehát akkor itt van a, a, a max total supply, hogy mennyi van ugye belőle, hogy mennyien tartják a transferek száma. Nézzétek meg, hogy itt folyamatosan történnek 15 másodperce, 1 perc, 1 perc, 1 perc, 2 perc, perc. Tehát látod, hogy van forgalom ezen a szerződésen, nem az, hogy üres. Ki van minden szépen töltve, itt van a... a weboldala, a social media felület, legtöbb esetben ezek a kamoldalokon ez a social media sincs rendesen kitöltve, és itt van a szerződés szám, amit egyébként így tudsz szépen ö, kopizni, és onnantól hogy az szépen be tudod másolni a uniswap és meg tudod nézni, hogy tényleg a megfelelő szerződés legyen jó. Tehát erre tényleg érdemes figyelni. Én nagyon-nagyon szurkolok, hogy ez a dolog megoldódjon, de a rossz hír az viszont, hogyha ez elküldted valahova, ez egy decentralizált váltó, nem egy centralizált dolog, tehát még annyira se tudnak bereszólni, tehát könnyen lehet, hogyha ez egy kamu link volt, öm, akkor, akkor, akkor lehet, hogy búcsút mondhatok ennek a, a, dolognak. Hetek teltek el, ez még gyanúsabb, de minden esetre azért akartam megmutatni, ide is csatoltam a, a, helyes kontrakt számot, szerződés számot, hogy, hogy meg tud, meg, tud, nézni, de ez egy módja annak, hogy, hogy utána tudjál járni, hogy még mielőtt a swapot megcsinálod, azelőtt én mindig, mindig szoktam ezt ellenőrizni, jó? Hogy nehogy valami csak beírtunk, ami hamul legyen, mert bárki létrehozhat egy ilyen euh, tokent a Uniswap-on, semmibe nem kerül, és sajnos sokan beleesnek ebbe a hibába. Nem tudom, hogy az egyedüli, de nyilván ez nem vigasztal. Aztán következő. E, szia Tilla! Úgy vártam már ezt a hétfői videót, mint egy falatkenyeret, így három nap szünet után, hát ugye hosszabb szünet volt, nem volt pénteken. Nagyon köszönjük a munkádat, és hogy ingyen megosztod velünk a tapasztalatodat, nagyon nagy segítség. Na, ennek nagyon örülök. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni az adózással kapcsolatban, hogyha többször jöjjös tranzakciót hajtok végre, először például veszek coint x-ért, majd veszek később még jobb áron, akár y-szegért, később ugyanígy teszek, hogy nem egy részletbe adok el mindent, hanem külön több részletben, különböző árakon, akkor a profitot vagy épp veszteséget melyik korábbi vételi árhoz képes kell nézni az eladásnál. Például vettem 40 darabot 10 dolláros áron, aztán majd 20 darabot 8 dolláros áron, később pedig eladok 15-12 dolláros áron. A lényeg az, hogy drágában, olcsóban és egy más áron adja el, még ugye 20 mondjuk 14 dolláros áron értékesít. Akkor például a 14 dolláros áron eladott 20 coint melyikhez kell néznem, mert a profit ez esetben eltérő lehet. Nem vagyok adószakértő, ezt többször mindig elmondom, ez azért fontos, hogy a felelősséget nyilván százszerűen nem tudom vállalni, de jelen helyzetben akkor úgy van, hogy a nyereség után fizetsz. Tehát ha valamint buksz természetesen, akkor ö, azután nem kell ö, fizetni, viszont ha nyersz, akkor viszont kell fizetni. És ez esetben lesz egy jó, egy, egy átlagod ebből a nyereségből, és amikor ezt Magyarországról beszélek most, jelen pillanatban fiat valutára átváltott, tehát van egy összeg, amit beutaltál, ez ö, saját magad vallott be, és ö, utána van, amit kivettél, összehasonlod a kettőt, és a kettő közötti különbözetet a töbletet, az a nyereséget, azután fizeted meg nagyságrendleg mondom a 26%-ot jelen pillanatban, de nagyon fontos, hogy ez folyamatosan változhat, tehát nyilván érdemes figyelni, nyilván Magyarországon is előbb-utóbb lesz majd egy olyan kriptoszabályozás, nem csak így ö, átlagosan lesz egy ilyen dolog kitalálva, hogy, hogy, hogy szoció, meg személy jövedelemadó, hanem, hanem lehet ezt én másképp, ezt a magán személyekre vonatkozik, amit én jelen pillanatban mondtam. Szóval vannak olyan országok, ahol nagyon figyelni kell már az eladásvétel, eladásvételekre, és abból kell megcsinálni az adóbevallásodat, de sokkal bonyolultabb, de figyelni kell, mert Magyarországon is ezek a dolgok természetesen vál, változhatnak. Jelen pillanatban én így tudom, hogy a fiádban realizált nyereség után kell adózni. De mondom, nem vagyok adószakértő. Következő kérdés. Hello Attila, indikátor oldal tudnál adni, ahol elő lehet fizetni? Köszönöm. Ez másik kérdés itt is erre vonatkozik, hogy jó érek, informatik a napi nagyon informatív a szeretnék rákérdezni, hogy látom, sokat nézel a Glassnodot, és hogy szeretnék előfizetni havidíjasra, érdemese, jó-e, és így tovább, és így tovább. Tehát persze a Glassnode az egyik ilyen, amit használni szoktam. Ezt uh, például ez az oldaluk, és itt lehet látni az árazást. Na most igazából ez a professzionális, ez szerintem tényleg nem tudom kinek, aki, aki gigamennyiséget csinál, annak lehet, hogy megéri, hogy havonta 800 dollárt, azaz 240 ezer forintot fizessen érte, hogy figyelhesse ezeket a dolgokat. Itt lehet látni, hogy mindent a egészen 10 perces uh, késéssel, ugye lehet látni, tényleg, ami történik a blokkláncon, azzal rögtön rá tudsz reagálni. Én nem is csinálok daytradet, tehát nekem ez abszolút fölösleges lenne. Viszont nagyon nagy ugrás lefele, hogy itt van a 29 dolláros ár, itt ezzel viszont egy nap, tehát mondjuk 24 óra elteréssel ezt a ketteseket lehet nézni, egy óra késéssel az egyeseket, a hármasokra nem látsz rá, hogyha az érdekel. És itt van az ingyenes, ha csak ki akarod próbálni, akkor itt van, hogy ezeket, ami az egyes, ez 24 óra csúszása nézheted. De például, amikor én szoktam mutatogatni, a nupul, meg ezek, azok már kettesek, és azokra akkor csak egy évre visszamenőleg rátsz rá. Tehát látod, hogy hogy működik, de igazából nem tudod használni. Jó, tehát a Glassnode-nak ez van. Én jónak tartom a Glassnode-ot, mert igazából nagyon sok indikátor van itt, és a blokkláncról gyűjtik be ezeket az információkat. Ugye, ott minden elérhető. Itt szumázzák, és nyilván attól függ, hogy melyik előfizetés választottad, annak megfelelően olyan gyorsan hozzá is férsz a <coughs> ehhez az egészhez. Viszont van egy jó hírem azoknak, Akiket ezek a fajta dolgok érdekelnek, úgy döntöttem, hogy még ebben a hónapban összerakok egy olyan dolgot a Patreon csoportba, hogy el szeretném indítani azt, hogy minden héten lehessen megnézni videón általam egy ilyen elemzés, ahol ezeket a füzetős indikátorokat mutatom meg heti levontásban, heti úgy értem, hogy heti egy videót. A lényeg az, hogy minden héten átnéznénk, hogy akkor éppen hol tart a Nupple chart, éppen hol tart ez, hogy adnak el a bányászok, tehát hogy lehessen következtetni, hogy mikor várható egy emelkedés, mikor várható egy újabb zuhanás, mikor vagyunk már, hogy ú, már megint lassan pukkan a lufi. Tehát ugye ezeket nagyon fontos figyelni. És nem csak ez van, hanem ugye számos más egyéb ilyen indikátorok vannak itt ott, amire előre lehet fizetni. Én meg úgy döntöttem, hogy akkor ezt így egybe fogom majd megvásárolni a dolgokat, és nektek pedig elérhetővé teszem, aki ott lesz a Patreon VIP csoportban. Ezzel nem csak a VIP, gondoltok bele, napi 600 forintról beszélünk, tehát igazából befektető szemmel nem egy összeg, amit nagyjából fizetsz azért, hogy a VIP tag legyél, de ezért akkor már cserébe fogsz kapni havi négy videót, ami áll oktató és altcoin elemzésekből, plusz havi négy videót, heti egyet, ami pedig mindig megmutatja az aktuális helyzetet. Tehát igazából minden infóval rendelkezni fogsz. Az, hogy hogyan csinálj dolgokat, mibe érdemes fektetni, és éppen hol tart a piac. És ez mind a napi 600 forintért lesz. Ezt a dolgot még nem találtam, hogy pontosan mikor fogom elindítani, szeretném ezt szépen jól fölépíteni, minőségben, amit tőlem ezt megszokhattátok, de fogom kielezni, de még ebben a hónapban biztos, hogy el fogom indítani, szeretném minél hamarabb, hogy minél hamarabb képbe legyetek a különböző piaci mozgásokkal. Jó? Nos, köszönöm szépen akkor már a figyelmet, holnap pedig természetesen jövök vissza a legfrissebb kriptovaluta és blokklánc hírekkel, mindenkinek nagyon szép napot kívánok, sziasztok! thank <laughs> you